Start. Start, elindult a Cochlade Handicap mezőnye, és tartozó kezdett remekül, sőt, Suttogót otthagyva most már 3-4 hosszal is elmegy vezetni. Nixon kezdi meg a zárkozást, Suttogó pedig rossz szokása szerint eldobta magát egy jó startot követően. Ördöghegedűs egy picit légüres térben próbál följebb jönni, és Svéd Barát és Őszi Fény pedig együtt próbál zárkozni a mezőny végén pillanatilag Svéd Barát. Tartozó számára jól alakul a verseny, bár nem biztos, hogy könnyű így 30 méteres fölénnyel vezetve versenyezni, hiszen Suttogó kiesett mögüle. Nixonnak, Ördöghegedűsének pedig elég komoly a hátrány, akik a második, illetve a harmadik pozícióban haladnak. Svéd Barát és Őszi Fény is elég hátul versenyez, Suttogó pedig ugye teljesen hátul van, hiszen ő galoppozott. A lovak az első egyenesben járnak, és továbbra is eléggé szétszórtan haladnak. Egyrészt azért, mert csak öten vannak, másrészt azért, mert 40 méteres térhátrány is volt. Ami biztos, hogy tartozóval kicsit csökkent a tempó Juhász Balázs, így aztán megérkezik Nixon és Ördöghegedűse. Most már csak két hossz lehet a hátránya a második helyen versenyző Nixonnak a vezető tartozóval szemben, de nagyon közel üget hozzájuk Ördöghegedűse is, aki közülük a legnagyobb térhátránnyal indult, és most már ott van közel a vezető lóhoz. Aztán egy légüres tér, következik Őszi Fény, majd a mini mezőnyt Svéd Barát zárja le, azt pedig tudjuk, hogy Suttogót már diszkvalifikálták ebből a versenyből. Gyakorlatilag semmi változás az elmúlt néhány száz méteren, azaz tartozó vezetni tud, előnye két hossz, mögötte ott versenyez Nixon, Nixon mögött pedig a tavaszi handicapet nyerő Ördöghegedűse következik, aztán Őszi Fény, majd Svéd Barát. Tudja tartani ezt a két hosszas előnyét tartozó a mögötte ügető Nixonnal szemben, aki mögött úgy szintén egy másfél-két hosszra van Ördöghegedűse. Jönnek az utolsó 500 méter, és a vezető hármas továbbra is jól együtt. Svéd Barátnak, Őszi Fénynek elég kicsi az esélye, hogy fölzárkózzon. Tartozó még mindig vezet, tartozó mögött Nixon már egy picit biztatni kell, és Ördöghegedűsére is ugyanez elmondható. Ördöghegedűs azonban a tavaszi handicapben is nagyszerűen mozgott. Jönnek a lovak most már a befutóra, még mindig vezet tartozó. Tartozó támadja Nixon, tartozó Nixon, Ördöghegedűse. A háttérből Őszi Fény és Svéd Barát már nem tud sokat javítani a pozícióján. 100 méter van még hátra a versenyből, tartozó még mindig vezet. Ördöghegedűse most indul el, tartozó Ördöghegedűse és Nixon, és tartozó meg fogja nyerni a versenyt. Tartozó a győztes, Ördöghegedűse mögött a második, Nixon a harmadik, majd megérkezik Svéd Barát és Őszi Fény.